csodálatos, és nagyon örülök, hogy a cirkusz és az ennyire a művészet felé tolódik el. Ez most már nem cirkusz, ez csoda. Hát nekem személy szerint tetszett, a történetet így megértettem, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a lényeg. Nem tudom, hát ajánlom mindenkinek. Ákos nagyon kiemelném a Gurki számot, ez nekem nagyon tetszett, mindig lenyűgöz egyébként a munkája. Az egésznek az üzenete, hogy menekülne az ember az életéből, de aztán mégse tud. Tehát, hogy nekem, legalábbis nekem ez jött, ezt. Folytonosan ment az előadás, tehát nem volt megakadás, nem voltak hibák. Kicsit elvont volt, valószínűleg nem ártott volna ezt a Pilinszky verset így előtte elolvasni, vagy úgy Pilinszky munkásságát alapból átnézni, vagy ismerni. Hát gondolom a középiskolások, hogy most jöttek, nem rég vannak túl Pilinszkyn, vagy így tudják, hogy miről van szó, úgyhogy ilyen szempontból most azt is beszéltük, hogy el kell olvasom a verset. Illetve lehet, hogy itt kellene maradni ezen a elemzésem, vagy nem is tudom, hogy megértsük, hogy mi történt. Gondolom ez nem véletlen van. Hát most az ilyenek, hogy a díszlet, a kevés díszlet meg az a jelmez az most egy mellékes dolog, de a technikai része, tehát az egyenkénti részek azok nekem tetszettek. Jó. Talán a leglátványosabb rész itt a vége fele volt, amikor ezen a fém, a kishölgy ott egyensúlyozott azon a... Hát szerintem az volt a legnagyobb produkció, vagy a leglátványosabb rész mindenképp. A zene is nagyon tetszett, a Pilinszky versek is nagyon tetszettek. És hát a művészek produkciója. Nincs ki, nem tudok kiemelni senkit sem. Nehezen tudtam követni igazából. Az egyenkénti részeit, azokat már úgy ismertem, viszont így összerakni nem nagyon sikerült. És nagyon örülök, hogy ebben az irányba fordul a cirkusz. A másik is kell, nyilván a gyerekeknek kellenek az állatok, és kellenek a bohócok, de ez... Őszintén gratulálok!